A pápai kékfestő műhelyt a neves Kluge család működtette 1956-ig. Ezt követően az épületet és berendezését műemlékké nyilvánították, majd 1962-ben az ország első textilmúzeuma kinyitotta meg újra kapuit. 2011-től Pápaváros önkormányzata kezeli a múzeumot. Az 50 évet felülelő tárlat egy sokszínű válogatás. Elsősorban a látványra törekedtünk, tehát próbáltunk olyan időszaki kiállításokat megjeleníteni, amiknek a kedvelt tárgyait be tudjuk mutatni. Tehát gondolok itt a nagy sikerű farmer kiállításra, több kiállítást megélt patchwork munkákat is bemutatunk. Dr. Herman István, a Jókai Mor városi könyvtár igazgatója köszöntőjében szubjektív élményeket idézett, majd a tárlatot Somfai Balázs főlevéltáros nyitotta meg. Negyedik alkalommal szervezte meg a Diák Újságíró Egyesület az Arc Plus elnevezésű diáklap szépségversenyét, melyre 11 pályázatot küldtek be országos szinten. Közülük első körben a zsűri a 4 legjobbat választotta ki, és egy Budapesten megrendezett média találkozón döntöttek a helyezésekről. Tudtuk meg Epres Martintól, a Laptop főszerkesztőjétől. A legjobb 4 között mi voltunk egyedül középiskolai újság, a többi mind felsőoktatási intézmény volt. Ezután a 4 legjobbnak be kellett mutatni az újságot egy-két perces bemutatkozásba. Ami a zsűri tetszését elnyerte, az az újságnak a legújabb marketing fogása, hogy úgy fogalmazzak, ez a feleletmentesítőnek a bevezetése volt, ezzel próbáltuk népszerűsíteni az újságot. Több mint 10 éve jelenik meg a Petőfiben iskolaújság. A mostani szerkesztőség 9 állandó tagból áll, őket Csarmasz Ágnes tanárnő fogja össze. Fiatalosság, színesség, aktualitás és sokszínűség, erre törekednek a Petőfis diákok, amikor az iskolaújságot készítik. A lap népszerűsége a feleletmentesítő cédulácskáknak köszönhetően lényegesen megnőtt, de a közeljövőben marketing kampány keretében is szeretnék még ismertebbé tenni az újságot a tanulók körében, mondták el a lapot készítő fiatalok.